Mesztelen ügynök. Kalandos, humoros, fantasztikus. Szórakoztató irodalomról mindenkinek. Sziasztok, kedves Mesztelen ügynök, szórakoztató irodalmi magazin hallgatók. Április 1 után és április 4-e között vagyunk éppen, két bolondok napja között, az első naptári időpont legalizált bolondok napja, ugye? Míg a második, az április 4-e a hős szovjet vörös hadsereg hazánkat felszabadító ünnepe gyakorlatilag mindannyiunkból bolondot csinált. És ha még mindehez hozzátesszük, hogy március 21-e a költészet világnapja volt, április 11-e pedig ugye a magyar vers napja, akkor már is mixelhetünk ezekből egy kellemes, könnyed vers koktélos műsort mára. Jöjjön öt darab Lack fiános vers. Az első a szerző saját elmondásával, utána három az én szavalatomban, majd egy újabb, szintén a szerző elmondásában, az utolsó a Klubrádió archívumából származik. Labina dal A boldog szomorú kosztolányi Dezsőnek, Szakács Eszternek. Van faragó késem, mamuszom, van lefagyasztva csirkehusom, Csepp piros almám, mint kukacos, Méztől a szájam még ragacsos, Gyöngy a boromban perdül ezer, Hogyha beteg vagyok, van ki kezel, Van fura kincsem, négy szöszi fej, Négy puli haj, négy száj lefetyel, Van mohos alvó pincefalam, Magam faragású fakanalam, Nagy lufi váfújt bőrfocim is, Bors, ha akarnám volna, ginisz, Van örömöm, s még van közönyöm, Istenem és hozzá imakönyv, reggelem alkonyom déli verőm, dupla személyes nagy heverőm, van sose szívott régi pipám, van kitörölni sanda csipám, tűz, lobogó, szeszt inni barát, partra hasalt bárkám, s ararát, Zöld skoda, mélyén hörg a motor, kertbe csörömpöl a hárfa, eol, van madaram, ha a fűre leszáll, van levegőm, csak enyém, kibejár. rímem, elég papírom, ceruzám, posta a ládám, tölti kusszán. csönk telefon, keresik nevemet, elhavazó munkám betemet, tervem ezer szám, percnyi időm, tornacsukám és tollas ütőm, van kavics, ásvány, van csigahéj, kenyér vacsorára, holdnyi, karéj, farkasi étvágy, homéroszi kedv, s van lyuk az ajtón, hol dühömet rúgva kitöltöttem, vicsorog, van szerelünk is a csapha csorog, kell szemetes zsák, gyűl a szemét, hogyha növény hajt, kell a cserép, minden anyaghoz a láda, kosár, tége, üveg, zsák, kanna kell ruha, hogyha a régi lukas, kell az akasztó, polc a fogas, házdobozunkban ezer skatuja, s mindben egy új matrioska baba, Görget, amim van, görgetem én, s forgok-e vásár görgetegén, hord a tulajdon, mint lavina, mert csupa van szül mind, ami van. A hasonmások városa. A hasonmások városában senki sem ugyanaz, az ismerősök, ha megszólítod őket, furán nevetnek, vállukat vonogatják, könnyen bolti szolgának nézheted a kapuajban áldogálót, színésznek a gyűlő közönséget, nem sejtheted, nem az igazgató-e, aki éppen az irodákat csöpri. Olykor a mentős legényt teszik hordágyra septen, s tűzoltó az kigyújtogat. A rendőrök nagygarral kötekednek, ablakokat dobál be kővel az üveges, villanyszerelők lopják a kábelt, ha temetésre mész nem biztos az sem, hogy nem az elhunytnak nyilvánítod részvéted. A hasonmások városában óvakodj, mert valamibe belekeveredhetsz, az utcán könnyen néznek betörőnek, zsebtolvajnak, stán apja gyilkosát ismeri fel benned, ki szembe jön, megeshet, bár az ilyesmi jóval Ritkább, hogy könnyes szemmel szorongatja kezed pártfogoltat, kit sosem pártfogoltál, veszélyes hely. Csak akkor menj oda, ha nem igen emlékszel már ki vagy. Öt pár mikor az öt pár zoknit együtt olcsóbb megvettem a mosolygó deresedő kis kínaitól, Semmi különös nem jutott eszembe legfeljebb. Annyi fura őszülnek ők is, fura, hogy ilyen kínaiak. Szóval, amire mindenki gondol ilyenkor, ám de mikor nekiláttam az okni mosásnak, ha 15 vizet eresztettem, hát 15 ször dőlt egyre dőlt a fekete lé, fekete gyártani, tehát egyszerű. Végy egy fehéret, fert be feketére, de visszafelé ugyanígy végy egy feketét, most ki fehérre. Íme a csekély emberi erő mozgatta perpétum mobile, vagy sziszifuszké görgetem a gombócot a tiszta vízben, mely mire fölérek már mindig fekete, szóval a kis deresedő kínai tudott valamit a hiába valóságról, s tudását zokniba csomagolva át is adta nekem. Felejts minden késő lázad, zöldes fényű lépcsőházak börtönében árnyak lépnek, kóbor útján jár a lélek, mint a cigaretta, újra halványulva meg kigyúlva, éjjel üres kapu aljak, úgy éljek, hogy meg ne halljak. Vers a madárságról. Fenn a madárlesen ülök, és új madárul füttyögök. Leplezni cseppet sem tudom, enyhe ember akcentusom. Dalaimban többnyire van valamitán madártalan, amint némi madáros is, csak remélem, hogy nem hamis. Madárkodás nem kenyerem, a madárvirtust ismerem. Madárhimnuszra ébredek, és madártejjel festeget fenyegető, nagy fényeket madártájra madár ecset. Madárvér hányszor szorontatott, emitt a madár ugaron. Számkivetetten jár madár, ott, ahol már madár se jár. A szembeszéllel szembeszáll, sörét kaszál, fogy a madár, bár erdeink határain túl is madár szót hallani. De rajtunk madár átok ül, nézzük egymást idegenül. Madár madárnak farkasa, nem anyánk a madárhaza. Ritka az is, hogy pár madár zsivajgó rajba összeáll, madár madárnál madarab, egymás cibálja, mind a rab, madárharapás csőrivel, míg nagyobb madár nem viszel. A madár nemzet óhaja, ős madaraknak óhaza, híva haza, talpra madár, madárföldön ki-ki megáll, ki híg madár, ki mély madár, amerre tárul a határ, Madár, modor, nem jellemez. Madár vagyok, nem jelmez ez. Idegen tollam veszthetem, aki madár, nem tart velem. Ezek voltak tehát Lackfi János versei. Vegyes felosztásban volt, amit én mondtam, volt, amit a szerző. Most jöjjön néhány eposz tőlem, vagyis Andy Berontól. Andy Baron, a művészet deleje. Ki egy reneszánsz ember, egy sztár, egy etalon, virtulita a tudomány harmadik lába, vénariadni egy művésztelep a marson, szónokoni tért be, hát ha nem hiába. Itt vágni lehet a füstöt művészkék, randa szofisztikálatlan és harami a disznók, erősen kiáltá, narkós, dekadens banda, a kultúrából miért csináltok diszkót? Ekkor a világhíresen dús keblét nyomta szinti a testművésznő arcába a mellét. Nyelte, mire eszmélt a virtualita torka, izgis bimbójából kábító szernedvét. Pszicholepkéket 3D-ben építeni, maradt és lebegni, lélek taván, mint búvár, szinti a cickója lett múzsája ő neki, és minden empirikusat tagadott már. Az összemberi lélek hangverseny termének falára már is cellukszal rögzítsük plakátunk, finom képletünket, nincs helye az elmének, hol narkócspriccelő csecseket találunk. Andy Beron az időkúszó bajnoka. Uszodában tempozok a medence jó langy, a jövőben. Lebegő úszi, ez a távol jövő. Abból az időségból nézve, hogy te most vagy, a többi sávban robotok úsznak, elképesztő, hogy rájuk élőlényként tekint az emberi agy. Az én időmben mondjuk már alig sportolnak az emberek, puha zsírjukban lefogyasztva, megrendelt álmuktól kábultan lébecolnak, az égben ide fent, ez az uszoda van tartva, meleg tejjel megtöltve, némely virgonc a robotúszók, bár melben nagyon jók és hát háton is ügyesen szelik a tejet, makettek. Hogy az a néhány sportos humán, aki lát, még fantáziát éberen maradni, emellett soha félszeg egyedül ne érezze magát. Tudom, a te idődben nem megengedhető vízhatlan pisztolyjal egy mellét sodródott úszó vendégre lőni, még ha csak robot is ő, kell a stresszoldó, mert minden megoldódott, attól ennyire gépies, ilyen üres a jövő. Jobb is neked a régi időkben, mert ember vagy a tömegben merengek lövés közben. Dur a tejből kitartva csillan a fegyver. Vérömlik, hát nem gép volt, és bakot lőttem. Gyilkos riadót rendel a központi szerver. Karhatalmista, precíz fém csápja emel fel, ki a vöröslő tejből. Harag és lenézés, hogy tud így nézni egy robot optika szemmel? Azonnali büntetésem időszámüzetés a 21-be és nem retúrjegyel. Most, amik pörgök az idő anomáliákkal, az időgép ahogy építi a testem ideát, túlfizettem a bűnöm ilyen borsos árral. Hát jobb nekem, ha beszerzek egy új ideát, hogy jó itt, ma, nálatok úszni az árral. Andy Beron, az űrturisták utolsó kalandja. Elmondja Diós Éva. Az űrturista nem tudta hol és mikor. Jó gép volt ez. Nem adott okot panaszra, de most úgy lefagyott, mint róla a vigyor. A legrosszabb, ha elfogy a nafta. Szerves anyag, amit hiába keresett, az kellett volna a fránya masinának, és bár indítózta, az meg csak nyekerget. Majdnem bele is sültek a csapágyak. Ugy a fáját. Majd távolabb nézek körbe szokatlan hely, gondolta. Kicsit félek is, kihalt, de fogadok magammal egy sörbe, mivel rend van, kell legyen élet is. Méterekre eltávolodott a géptől, amikor háznyi nagy csillaghajó alakja nagy zajjal kivágódott a hipertérből, bugdácsolt, mert kifogyott a tankja. Ősünk kedvettől bizakodóvá lett, mert egy kolléga, szakma beli érkezik, az űrutasok összefognak mód felett, még ha hatalmasak is, mint ez itt. Az új srác leállt a böhömmasinával, ami emberünket szíves köszöntéskép felkapta a földről szemölcsös mancsával. Nyaka tört szegénynek míg ez történt. Bedobta saját járgánya tartájába a halottat, talán egy fénypercre megteszi. Hálásan csukódott a fluxus szája, lelki furdalása nem volt neki. Ura ez, mondta fejcsóválva, és indulni készült ismertebb szektorba de ekkora a város összes csatornája feléledve őt beszippantotta. Végre egy nagy falat! A város gondolta, hatalmas belében új éjséggel nyomban. Szegény utazónkat atomogra bontva a föld alatti fluxus gyomorban. Ennyi a vers. A vers, ha ütős, belső tájra invitál. Mindenkinek mond valamit, kit megnyugtat, kit pedig csak irritál. Ennyi vers az sok, milyen hosszú darabja. Vannak benne szép sorok, és óvatlan olvasóját felkavarja? Mit sem volna az egészből, ha néha profán, ha nincsenek is emelkedett témák. Még jó is, ha úgy vág pofán, mint semmi más sémák. Ez itt kérem a művészet. A téma földön hever. Kell, hogy legyen, ki lehajol érte. Érted? És én vagyok az, vágott haver. Én vagyok, ha nem is kérted. Nos, ennyit az elméletről, néha egy kis elrévedés, hogy eddig mit tettem, és mi jöhet még. A verselés mondjuk fagylalt evés, és abból még a sok sem elég. a skifis vers utáni verset, azt ö, Léka Zsuzsa mondta el. Tehát két utolsó vers közül az elsőt Dióséva, a másodikat Léka Zsuzsa. Az előző percekben hallottátok tehát az április elejé bolondozáshoz rendelt vers koktélomat. Remélem jól szórakoztatok, most pedig jöjjön néhány, még mindig könnyed, hangos könyv. Konkrétan kettő, a Manul Pörkölt Hockedlivel című hangos könyves CD-ről, ami 11 magyar szerző, 13 válogatott science fiction és fantasy írása a humor jegyében. Ezen írások eredetileg a Lidércfényen és a Fantasy portálon jelentek meg. Az összeállítással a műfaj vidáma boldalát, egyben annak kiváló hazai képviselőit is szerették volna bemutatni, a hanganyag kedvelőinek a készítők elmondja ezeket Engler József. Az első szerző meg Gott, akinek a polgári neve Bukros régi barátunk, tehát elmondja Engler József. Meggott a múltba zuhant űrhajós. Hacs nehézkesen eszmélt, miközben az emlékezetében felvillant a sorsdöntő pillanat, amikor űrhajója orrát a fekete lyuk felé fordította. Sejtette, hogy nem lesz kellemes áthatolni rajta, de hajlandó volt a haladásért némi kockázatot vállalni. A Dominátus ellentétes erők játékszereként száguldott a féregjárat falai között, miközben a műszerek őrült eredményeket mutattak. A férfi nem mert a saját benyomásaira támaszkodni, mivel tisztában volt vele, hogy az emberi tudat Sokszor a hétköznapi dolgokat sem a megfelelő módon érzékeli. Bolt azt vallotta: Minden egyén a saját elméje szűrőjén keresztül látja a világot, és abból is csak annyit, amennyit képes felfogni. A sovány fizikus úgy vélte, még a laboratóriumi mérések is csupán azokat az aspektusokat tükrözik, amelyeket a műszerek készítői reálisnak hisznek. A féregjárat kétség kívül eltorzította a valóságot. Hacser Davis pedig úgy sejtette, hogy ilyen lehetett, amikor Alice a nyúl üregébe esett. Időnként minden vakító fégyárba borult az űrhajó körül. Máskor a jármű átható sötétségbe süllyedt. Mindez érzékelhető átmenet nélkül történt. Az idő fogalma értelmét vesztette. Akár csak a téri, vagy bármely más hasonló dologé. Hacs elméje nem lelt normális kapaszkodókra. Végül utazása véget ért, és a férfi újra a naprendszerben találta magát. Pontosan ugyan ott, ahonnét elindult. Mintha a féregjárat önmagába tekeredő zsákutcává vált volna, Noha a navigációs rendszer mégis azt közölte, hogy a csillagállások megváltoztak. Az űrhajós ezzel nem tudott mit kezdeni, de úgy döntött, hazatér. Próbált rádiókapcsolatot kapcsolatot teremteni Kem Daviddel, de nem járt sikerrel. Amikor más állomásokkal is kísérletezni kezdett, ráébredt, hogy mindenütt csöndbe ütközik. Nem maradt más választása, mint az irányító torony segítsége nélkül földet érni. Amikor a Dominátus a légkörbe került, a műszerek újra megvadultak, és az űrhajó kontrollálhatatlanul zuhanni kezdett. A férfi kétségbe esetten kapkodott, hogy gátat vessen a katasztrófának. de hiába erőködött, a landolás émeítő kényszer leszállássá változott. A becsapódáskor elsötétült hacselőtt a világ, és csak jó néhány órával később tért magához. A meghibásodott külső kamerák semmiféle képet nem adtak, így miután összeszedte magát, kíváncsian a külvilágba lépett. Poros síkság tárult elé, néhány csenevész bokorral és pár sziklával tarkítva. Hát a terep semmiképpen sem tűnt civilizáltnak. Hát felsóhajtott, aztán ment az orra után, remélve, hogy előbb-utóbb lakott területre téved. Ösztönei azt az egész helyzet átkozottul nem stimmel. De egyelőre nem esett pánikba. Úgy gondolta, hamarosan úgy is felfedi a sors. Miféle lapokat szán neki? Amikor néhány órával később hegyvidékre tévedt, és hirtelen egy nyílvessző süvített el a füle mellett, ráébredt, hogy a probléma jóval nagyobb, mint amekkorának hiszi. A következő pillanatban veszettő rikoltozó részbőrűek vágtáztak felé a környező kagyudokból, és körbevették. Hát ez a sztár remek, gondolta Hacs. Remélem csak valami filmforgatásra tévedtem. Az indiának törzsfőnöke gúnyosan nézett rá, és torok hangon néhány érthetetlen szót mondott. Az asztronauta nem rettent meg. Talán azért, mert foggalma sem volt róla, hogy félnie ki ide. Várakozóan nézett a kimázolt alakokra, és azt remélte, hogy majd csak előkerül egy szakállas rendezőféle, és véget vetnek ennek a bohózatnak. A sastollakat viselő fickó kezdte elveszíteni a türelmét. Újra elismételte az iménti szavakat. Mivel Hacs továbbra sem reagált, leugrott a nyerekből, és egészen közel tolta a képét a fehér bőrűjéhez. Na figyeljem! – mondta az űrhajós sikgatan a részbőrűnek. Nem akarok bajt. Véletlenül tévedtem erre. Ha eligazítanak, hogy merre találok lakott területet, én már itt sem vagyok. A részbőrű felhördült és megütötte. Hacs előtt meglódult a világ, miközben féltéldre rogyott, és próbálta valahogy értelmes mederbe terelni szétfolyó gondolatait tínédzser kora óta nem ütötte meg senki. És most meglepetésként érte, hogy egy vinetú karás figura ilyesmire betemedett. Az atavisztikus dű úgy lobbant fel a férfiban, ahogy aszály idején a bozó tűz. Kiegyenesedett és meglendítette az öklét, hogy bemosson egyet a támadójának. Az indián megvillanó tekintettel félrehajolt, aztán megint megütötte, de ezúttal még erősebben, mint az előbb. Hacs hallotta a saját állkapcsa recsedését. Rá akart ordítani a részbőrűre, de a világ újra meglódult előtte, és a sötétség dagája ismét magával ragadta. Hacs kínzó cülöphöz kötve magához anélkül, hogy bárki is elárulta volna, hogy mi történik vele. Azt gyanította, hogy ez már csöppet sem játék, és hogy valószínűleg az élete múlik az események megfejtésén. Minden jel arra vallott, hogy valódi indiánokkal hozza össze a sors, akiknek nem sok közük van kaszinókat üzemeltető leszármazottaikhoz. Értelem világossá vált a számára, a Dominátus navigációs rendszere miért nem találta ismerősöknek az égi konstellációkat? A féregjárat másik vége is a naprendszerben nyílt, csak hát éppen a múltba. Ezért nem tudott egyetlen rádióállomásra sem ráakadni. Körös körül rideg vadon húzódott. A többség nyugovóra tért már hát csak egy-két farakás égett, hogy távol tartsa a ragadozókat. A vademberek látszólag nem sokat törődtek vele, de valószínűleg állítottak őröket. Noha hát nem sokat konyított az indiánok szokásaihoz, úgy vélte, nem sokáig fogják életbe hagyni. A jó lett volna megszökni valahogy, de akik kikötözték, alapos munkát végeztek figyeljen, öregem! Mindjárt elvágom a köteleit, de nehogy ugrándozni kezdjen örömében! A suttogó hang megváltásként érkezett a sötétből, és ha úgy érezte, a megkönnyebbülés valósággal letaglózza. Ismeretlen megmentője motozni kezdett a kínzó cölöp takarásában. Pengéje könnyedén elnyeste a békjókat. – Egyelőre nem mozduljon! – javasolta az idegen. – Várja meg, amíg visszatér a vérkeringése. – Hát, kicsit kellemetlen érzés lesz, de jobb, mint amikor a szíjuk levagdosnak az emberről ezt-azt. – Hogy hívják? – tudakolta a hacs. – Charlesnak. – Válaszolta a pártfogója. – Charles Bronsonnak. Az jó kis ilyen feldevetett. A tudatában régi western filmnek villantak fel, amelyekben egy ógyan ilyen nevű filmszínész játszotta a főszerepet. <laughs> a sors igazán tréfás kedvében van, állapította meg. Oké, okay, Charles, suttogta kis idő múlva. Azt hiszem, készen állok. Rebek, Lelkendezett újdonsült barátja. No, akkor most távolodjon el szépen az oszloptól, aztán be az erdőbe. Az a fő, hogy ne csapjon semmilyen zajt. Majd én figyelem a vadakat maga helyett. Ha baj van, úgy is lövök, no, aztán iszkolunk, mint anyulak. Megértett? Azt hiszem. No, akkor gyerünk. Hacs ellökte magát az oszloptól, és osonni kezdett az erdő fái felé. Nem nézett a lángok irányába, mert végre Bronzon megígérte, hogy figyel. A következő pillanatban puskaropogás hallatszott a háta mögött. – Futás! – bömbölte megmentője. – Ezek a kurafiak észrevettek. Bronzon köpcös, harcabajsos, idős vadásznak bizonyult, de azért egészen jól tudott szaladni. Dühötrikoltozás rikoltozás verte fel mögöttük a sűrűt, jelezve, hogy a szíjuk tábora megélénkült. Az érdekes nevű férfiú pisztoly dobott hacs felé. – Tud vele bánni? – Az asztronauta reflexből elkapta. – Nem – vallotta beszégyenkezve. – Zöld füli! – morantotta bronzon, aztán előtt hacs balválla felett. – A futás! Nem messze van egy folyó, annál lerázhatjuk ezt a csűrét Úgy is lett. Az űrhajós hamarosan ezüstös csíkot pillantott meg a fák között. – Remélem, úszni tud! – Jegyezte meg Bronzon. Helyebb tempózunk pár métert a víz alatt, aztán újra partra kecmergünk. <laughs> Borsot törünk a nyomolvasóik orra alá, és szépen kerülünk egyet a táboruk felé. Arra nem hinném, hogy keresnének. Hacs, a javaslatod nem tartotta jó ötletnek, de gyanította, hogy segítőtársa több tapasztalattal rendelkezik az indiánokkal való bujócskázás terén, mint ő. Belevetették magukat a folyóba, és úszni kezdtek. A bronzon elfelejtett olyan apróságokat közölni, hogy sodrás ellenében kell haladniuk. Na és hogy a víz iszonyúan hideg lesz. Az űrhajós végtelendek tűnő percekig úgy érezte, hogy megfagy benne a vér. Ráadásul nem mert felmerülni, pedig az oxigén már majd szétpattant a tüdeje. Bronzon úgy úszott, mint a halak. Láthatóan ebben is rengeteg gyakorlattal rendelkezett. Aztán a megpróbáltatások véget értek, Széles kerülővel maguk mögött hagyták az iúk táborát, és masszív rohanás után megpihentek egy távol eső tisztáson. Nem, nem gyújthatnánk tüzet, bacogta hacs. Az indiánok kiszagolnák, rázta meg a fejét bronzon. Hát kénytelen lesz tűrni, barátom. A tüdőgyulladás jobb, mint a skalpolás. Nagyszerű, nyögte az astronauta. Oh, inkább meséljen magáról, javasolta megmentője. Oda jött, mi szél fújta erre? A nevem Hatcher Davis, válaszolta a férfi. Hatch. Minden valószínűség szerint a jövőből kerültem ide egy űrhajónak nevezett gépezet révén, amivel keresztül mentem egy fekete lyukon. Bronzon felnevetett. <laughs> aztán melyik évből jött, ha szabad tudnom? A 2017-esből vágta rá az űrhajós. <laughs> és maga szerint most hányat írhatunk? Firtatta a vadász. Hát, mondta tűnődve, hogy hát, gondolom az 1800-as évek valamelyikét. <laughs> ah, szó sincs róla, árulta el Bronson. 2038-at írunk, cimbora. Hacs levegőért kapkodva a bronzóra merett. – Akkor ez itt nem a vadnyugat? A köpcös bajnok elvigyorodott. <laughs> – Na de nem ám! Ez itt Texas agglomerátum, és maga a kajat élménypark földjét tapodja. Az űrhajós összevonta a szebődökét. – Élménypark? – Az hát, búlogatott Bronson. A 2020-as évben az android technológia és különböző manipulatív pszichikai eljárások ugrásszerűen fejlődésnek indultak. A társadalom másolatnak nevezte az emberszerű képezeteket, mert hát a megtévesztésig hasonlítottak a homo sapiensre. Egy Floyd Lincoln nevű iparmágnás kiötölte, hogy ezek a szintetikus rabszolgák nagyszerűen használhatók a civilizációs stressz által felhalmozódott agresszió levezetésére. Így születtek meg az élményparkok, ahol egy átlagos hivatalnok áll emlékekbe beültetése révén, vagy azok nélkül Bármikor megszabadulhat a frusztrációjától. <laughs> – Ez nem semmi, ismerte el, Mondja és mindegyik hely a vadnyugatra hasonlít? <laughs> egy frászt, nyugtatta meg Bronzon. Az élményparkoknak van egy alapkoncepciójuk, de leginkább fantáziabirodalmak ahol egy adott belül bármi megeshet. Ez a hely itt a vadnyugatnak tűnik. Na de lazán beleütközhetünk egy viking hordába, néhány vámpírba, vagy akár egy rakás idegen légybe. Mind saját forgatókönyvet követ, és valóságosnak hiszi magát. Ráadásul éreznek és szenvednek is, mintha tényleg húsból és vérből valók lennének. Különböző sztorik keverednek, amelyeket tökéletes átéléssel adnak elő, hát hogy a maga fajta nyugdíjast elszórakoztassák. Na hát, persze, nem tehetnek kárt élő emberben, mert a programjukba ültetett blokkolók meggátolják. Ha akad, itt egy rakás sztereotíp figura is. Hát a Járkáló múmia, a bosszú álló hős, az amnéziás titkos ügynők, meg a hasonlók. Akik átprogramoztatják a pszichéjüket, azok sokkal jobban elszórakoznak, mivel könnyebben tudnak a szerepükkel azonosulni. Én azonban így is nagyszerűen mulatok. Noha. Pontosan tudom, hogy odakint csak egy John Wayne nevű nyugalmazott ingatlan ügynök vagyok. <laughs> Na ne röhögtes! Váltott tegezésre az astronaut. Egy másik western színész nevét viselet a külvilágban? Na, hát igen, ismerte el megmentője. Nem tagadhatod, hogy van érzékem a groteszk humorhoz. Hát, nekem is. Bólogatott hacs, és a következő pillanatban az ajándékba kapott pisztolyt megmentője álla alá nyomta. De csupán egyetlen gond van a meséddel. Miközben kényszerleszállást végeztem, Semmilyen rádióállomást sem találtam. Senki nem észlelte a földet érésemet, és nem sietett a segítségemre, hogy kimentsen. Nem létezik civilizáció odakint, és neked ezzel tisztában kell lenned. Bronzon nem vesztette el a fejét. De nem is tudod, hogy kell azt a fegyvert használni, múlból jött srác. Hmm. Hazudtam, közölte Hacs, miközben könnyűd mozdulattal hátra húzta a kakast. Ahogy te is. Úgyhogy elő a farbával különben meghúzom a ravaszt. A vadász feldevetett. <laughs> Igen, és utána kitől kérsz tanácsot? Attól a brakás ócska vastól, aki indiánnak képzeli magát? Hát csak blöffelsz. Elmondom, mit gondolok, mondta hűvösen az astronauta. Szerintem te egy gépezet vagy, aki megpróbál palira venni. bronzom felsóhajtott. Hát, jó, mondta meg a dúl. Minden igaz, amit az élményparkokról elárultam, de egy-két apróságot kihagytam. Az emberiség valamilyen mesterséges vírussal csak ugyan kiírtotta magát. Senki sem maradt, csak a gépek, akiket azért gyártottak, hogy a népeket szórakoztassák. Meg hát én. A színpad tele van színészekkel, de régóta egy nézőnek játszanak. Hacs felnyögött. <laughs> Ez nem lehet igaz, mondta elcsukló hangon. Muszáj visszajutnom a saját időmbe. Úgy uh, ugyan, tette a vállára a kezét bronzon. Az űrhajódat nem tudod megjavítani, de itt kényelmesen elleszel. A parkon kívül mindenütt fedevadak vannak. Ide bent viszont senki nem bántott. Ha, na, elmókázunk együtt, fiú! – Na de akkor mi a francnak mentettél ki? – üvöltötte Hács. – A vörösbőrűek úgy sem nyírtak volna ki, nem igaz? – Honnan a francból tudhattam volna, hogy valódi vagy? Tárta szét a karját a vadász. Az egész csak játéknak indult. De azt hittem gép vagy, akit más gépek karmai közül húzok ki. <laughs> Remek, mondta az űrhajós, és a tegyerébe temette az arcát a következő pillanatban bal jó súhogás hallatszott, ami arra késztette, hogy földézzed. Az öreg mellében nyilvessző rezgett. Minden jel szerint az indiánok mégiscsak megtalálták őket. A felébe, mondta a döbbenten. Úgy látszik, bekrepált a blokkolójuk. Aztán vérpatak budjant ki a száján, és lassan hagyat dőlt. Amikor Hács az üveges szemekbe nézett, nem kellett halott kémnek lennie, hogy megállapítsa. Halott. Újabb lövedékek érkeztek, amelyek bár őt vették célba. Hács menekülni kezdett. Órákon átfutott és csupán az billentette a a mérleget, hogy összeakadt egy paripával a mezőn, amelyik békésen tűrte, hogy a hátára pattanjon. Hát ez a tipikus B-filmes fordulat, amelyet hát ki nem állhatott az alacsonyabb költségvetésű, kevés agymunkát igénylő veszternekben. Ezúttal azonban csöppet sem volt ellenére. Az állat még egy ezüst bilétát is viselt a amelybe természetesen a villám nevet gravírozták. Na, de a férfit ez az ironikus tény sem tudta megnevettetni. A ló, már ha igazi volt egyáltalán, szélvész száhaguldott, miközben új gazdája a patáj által felvert porfelhőben fuldoklott. A hajnal késlekedett, de Hacs egy csöppet sem fázott. A halálfélelem elterelte a figyelmét a hidegről. A szíjuk lelkesedése nem lanyhult, kitartóan hajszolták, és annyi veszőkkel sem spóroltak. A törzsfőnök szokatlanul gyors hátassal rendelkezhetett, mert riasztó gyorsasággal közeledett. Hacs végül úgy döntött, Megkísérel egy lövést, és Fortuna Isten asszony kivételesen a kedjeibe fogadta. A részbőrű lefordult a nyerekből, és az űrhajós villanásnyi ideig látta, hogy a földön vonaglik. A szijú torkán ütött sebből tejszerű fehéres nedv csordogált, és apró fényes alkatrészek gurultak a homokba. Úgy festett, sikerült érzékeny pontot találnia. Hacs hát, abban bízott, hogy ez majd feltartja a többieket, de tévedett. Az androidok ügyet sem vetettek a főnök halálára, sőt, még elszántabban üldözték. – Sosem fogom lerázni őket – kesergett az astronauta. Ezek addig hajszolnak, míg ki nem terítenek hogy a fene esne beléjük. A távolban egy települést pillantott meg. Vadabb vágtára ösztökélte villámot, remélve, hogy a házak között menedékre találhat. Rövidesen némi előnnyel viharzott végig a poros főutcán, hogy aztán a sikátorok egyikébe kagyarodjon. Leugrott a nyerekből, és előre tartott fegyverrel tovább osont elnyelte a mellékutcák árnyékos szövevénye. Miközben úgy sejtette, hogy a részbőrűek szétszélettek és rávadásznak. Nem tudta, kik lakhatnak a városban, de nem hitte, hogy a szíjuknál rosszabbak lennének. Hát rövidesen kiderült, hogy mekkorát tévedett. Az egyik sikátor torkolatában egy részbőrűt pillantott meg, aki egy rakás zombival hadakozott. Az élő holtak nyomasztó túlerőben voltak, és nem lehetett megfékezni őket. Pillanatok alatt darabokra szedték az indiánt, akiből csak drótok és fogaskerekek kusza halba Hacs el sem tudta képzelni, hogy Micsoda morbid gondolat menet vehette rá az élménypark megálmodóit, hogy zombi androidokat készítsenek. De úgy látszott, hogy őket is a szórakoztatás fontos alkotóelemének tekintették. A másolatok tulajdonképpen eleve élő élőhalottnak számítottak. Na de hogy jó néhányukból szándékosan rothadó hullákat csináltak? ez deformált lelki világra vallott. Hát, basszus, gondolta Hacs hát elkeseredetten, miközben fedezékbe húzódott. ezek ezektől még a szíjúk is jobbak. El tudta képzelni, hogy milyen érzés lehet, amint fém állkapcsok marnak a testébe, és megborzongott. Hirtelen gyanús neszt hallott a háta mögül, s megpördült. Pillantása először a gyűlölködve rámeredő dakotára, majd a melkasába merülő pengére esett. A vadászkés nagyjából a szíve környékén mélyett a felső testébe. Az űrhajós igazából nem fájdalmat, hanem hideg, Távoli kint és csalódást érzett, amiért nem tudta elkerülni a halált. Annyira kiábrándítónak tűnt, hogy egy android végez vele egy díszletvárosban. Zombik, gondolta hacs elhomályosuló elmével. Részbőrűek és sztereotípiák. A járkáló múmia, bosszúálló hős, az amnéziás titkos ügynök. A dakotta kirántotta a kést, aztán újra belevágta, majd még egyszer, és aztán megint. Acs hallotta a saját szövetei recsenéseit, miközben a testén nyíló sebekre nézett. A hasadásokból vér helyett tejfehér nedv csörgedezett. Hát persze, gondolta. Én vagyok a múltba zuhant űrhajós. Hacs hát, szeretett volna feldevetni, de csupán diszonás csikorkás tort fel a torkából. Megpróbálkozott vele még egyszer, de az indián ismét lesújtott, és az astronautát a sötétség ezúttal végleg magához rántotta. Az elmúlt fél órában Bukros Zsolt művét hallhattátok hangos könyv formában. A második hangoskönyv még mindig a manópörkölt Pörkölt Hoked című hangos való, és ezt is Engler József mondja el, Tölgyesi Zoltán műve. Ebenezer Éző Béla találkozása! Galambé a 8. kerületi lakos, február 29-én reggel belépett öt négyzetméteres bérházi fürdőszobájába, és álmos szemeivel megpillantotta saját magát, amint alsó gatyában borotválkozott. Nem, nem a tenyérnyi tükörben vette észre magát. Galán Béla egyébként sem szokta észrevenni magát, míg az mások sem őt. Hanem hús vér élet nagyságban állt ott a kövezett csempén, az ajtónak háttal, és borot válkozott. Még dudorászott is, de ezt megdöbbenésében nem tudta tisztán megfigyelni. Galambéla kettő, vagy egy, ez nézőpont és kellő filozófiai ellazultság kérdése. Borotva habos képpel felé fordult, és röviden rászólt. – Na csak be az ajtót, apukám, mert baromi szúg be az előszobából. – Ja, és a szádat is csukd be, mert abból meg baromi büdös jön. – Tette hozzá, hogy a mondandóját személyre szabja. – Na, de kérem! – nyögte ki Galambéla egy maga mégis mit csinál a fürdőszobámban? Galambéla kettő ezt a kérdést meglehetősen ostobának találta, hiszen egy vak számára is nyilvánvaló lehetett, mivel is foglalatoskodik éppen. Feltéve, ha az a vak egyén elég kifinomult hallással bír, hogy felismerje a borotva penges ercegését a borostás arcon, és az óra is elég érzékeny ahhoz, hogy megérezze a borotva hab kellemes illatát. Mindezt végig gondolva, Galambéla kettő úgy gondolta, hogy elmondja a frankót. Nézd meg jól, apukám! Példát statuálok neked a tér idő kontinuum spontán és temporális dinszfunkciójáról. Hogy mi van? Értetlenkedett galamb egy. De valahol az alsó gatyája mélyén érezte, hogy úgy sem fogja megérteni ezt az egészet. Kalap kettő kezében megállt a penge, s a férfi a tükörben pillantva visszanézett a nehéz felfogásonak tűnő hasobbására. Ja, – válkozom – sóhajtott sóhajtotta feladóan. – De hogy kerül ide? Ez az én lakásom. Ja, és az enyém is. Azt nem hiszem. Legalábbis tegnap este kilenckor még biztos nem volt itt. Magyarázta Szeli, Degengalom Béla egy. Most sem tetszik itt lennem, de momentán nem tehetünk más napokká. És mégis meddig fog itt lenni? Egy perc, vagy egy óra egy nap... – Ki tudja? – rántotta meg a vállát a borotválkozó galamb, de azonnal rájött, hogy ez hiba volt, mert a váratlan mozdulattal meg is vágta magát. – Bajjek! Hát – Csak ennek nyoma marad! – morogta a tükörképébe. – Van valami sebre való dolgod, apukám? – Hintőpor esetleg – fintorgott az ép arcú galamb, mert neki nem fájt ez a mozdulat. A vágott képű gyorsan befejezte a műveletet, és lebosta az arcát. – Most, hogy végzett, bejöhetnék én is? Nekem ugyanis hét órára a gyárban kellene lennem. – kezdte a galamb egy – és kellene a borotva. Megáll az eszem. Horkan felgalom kettő. Az ember nyugodtan borotválkozik, majd rátörik az ajtót kopogás nélkül, és akkor még a borotváját is elkommunizálják. Bédület. Galamb az ép arcú, Viszketni kezdett az alsó gatyája mélyén. Na már megbocsásson, de ez az én lakásom. És maga tolakodott be ide, és használja az én borotvámat. Ez az én lakásom, szögezte le a sephelyes arcú. Nem, de. Nem, de. De nem. Galambéla kettő szava fennakadt. Reggelente nem volt felkészülve ilyen mélyen ilyen szántó logikai eszmecserékre. Hát ami azt illeti, egyébként sem volt kedve eszmét cserélni, mert hát azt hallotta, hogy az fájdalmas, különösen ha nem hozzáértő agysebész végzi. Tök felső, vágta rá pár pillanat múlva. Most Galambéla egyen volt a meglepődés sora, ugyanis nem tudta hova tenni a választ. Legszívesebben a kabrába tette volna, mert minden hasztalan dolgot oda tesz. De valami azt súgta neki, hogy a tök fősőt nem fogja tudni oda tenni. Tök ász, mondta szinte gépiesen, mert civilben megrögzött zsugás volt a kis Pista nevű harmadosztályú vendéglátóipari egység ulti királya. Na, ah. te Ultizol, apukám? Majd minden nap. Bicentet első Béla. Na, nem, nem a király. A két galamb mélyen a gondolataiba merült. Egymást fürkészték, és látszott, hogy valami nagyon törik a fejüket. Szerencsére előbb eszükbe jutott a megoldás, mint sem nyolc napon túl gyógyuló fejsérülést szenvedtek volna. – Mi lenne, ha hoznál egy paklit? – kezdte galam kettő, a vágott arcú. – Aha, és eldöntenénk, ki é a lakás? – fejezte be a síma képű. – Látom, kened, apukám! – Értem én a dörgést! – Negyed óra múlva a kicsiny és már meglehetősen izzadságszagú fürdőszoba a föld legnagyobb ulti csatájának az interévé vált. Na de az is lehet, hogy az univerzumé, ha csak a földön kívüliek nem játszák ezt a játékot valahol. Röppentek a lapok, a két galamb emberére akadt, amely hasonlatban az a jó, hogy visszafelé nem igaz. Mert hát, hogy hangzana az, hogy a két ember galambjára akadt? Kontra, mondta be galamb a sebhelyes. Rekontra, replikázott a sima képű. Subkontra, kontra hirskontra, fedák sári, kerekes bicikli, lámpabúra gúrjantott a galam egy. Tehát olyan nincs is, tromfolt galam kettő. De van, most esik a fejedre. Hi, panyek! De a mondatot már nem tudta befejezni, mert a súlyos üvegtest fejbe verte. Galambéla kettő elnyúlt a földön, és többé nem boccant. Az élő galamb odahajolt, és óvatosan megnézte a szerte szórózott kártyalapokat. Pancser! motyogta. Mi történt, Béla? hangzott egy álmos női hang valahonnan a szoba belsejéből. Megütötted magad? Nem én, szólt ki galamb, miközben felnyalábolta a másik testet, és a Lichthof ablakba gyömöszölte. – Előbb ki kellett volna szállni, galambúr! – mondta, és kilökte a halott galambot. – Te biztos jól vagy? – tudakolta a neje, aki közben megérkezett a fürdőszobához. – Soha jobban, anyukám! – szólt galamb, és borotválkozni kezdett miközben azon töprengett, hogy mi az a temporális diszfunkció, mert az alsó gatyája mélyén sejtette, hogy ez valami nagyon komoly lehet. Köszönöm, hogy velem tartottatok most is, két hét múlva is gyertek, és addig pedig böngészétek a www.írjunk.hu honlapot. Sziasztok, viszont hallásra!